Mielőtt belecsapnék abba az adatvezérelt esett tanulmányokba, amiket hoztam nektek, mondanék egy pár szót arról, hogy mi az Indivizónál mivel foglalkozunk, hogy kontextusba helyezzem, hogy honnan is vannak az adataink. Mi egy adatvezérelt kiválasztási szoftvert fejlesztünk, amit az ügyfeleink rendelkezésére bocsátunk, hogy adatvezérelt döntéseket hozzanak a kiválasztás folyamán, és ne szubjektív döntések alapján döntsék el, hogy melyik jelölt jut a következő körbe. Minden lépésnél meg tudjuk mérni, hogy hányan teljesítették az adott feladatot, és ezek közül hányan jutnak be a következő körbe. Ahogy az előző előadó említette, a benchmark játékai integrálva vannak a rendszerünkbe, ezen kívül hamarosan tesztek is elérhetők lesznek, viszont amiről azt gondolom, hogy a magyar piacon a legismertebbek vagyunk, az az automatizált videóinterjú. Az automatizált videóinterjúnál általában az nem kérdés a potenciális ügyfeleink, partnereink számára, hogy ez miért lesz jó a vállalatnak. Azt mindenki látja, hogy rengeteg időt lehet ezzel spórolni, hogy az aszinkronitás miatt egyszerre akár 150 jelentkezőt is lehet interjúztatni, illetve hogy a hiring menedzserek is szeretni fogják, hogy látnak a jelentkezőről egy videót, mielőtt egy személyes interjúra kerül sor. Ami viszont minden alkalommal felmerül, mint kérdés, amikor egy toborzó elgondolkozik azon, hogy bevezesse az automatizált videóinterjút, az az, hogy vajon a jelöltek ki fogják-e tölteni. Na most erre sajnos nem tudok egy exakt választ mondani, erre azt tudom mondani, amit minden jó közgazdász mond, attól függ. A következő 5 esettanulmányban, amit hoztam nektek, a kitöltési arány és a lemorzsolódás mögötti okokat próbáltuk megkeresni, ugyanis azt gondolom, hogy a HR szakmának az az egyik szépsége és a legnagyobb nehézsége is, hogy minden számosított adat mögött emberi döntések vannak. És ezeket az emberi döntéseket kell megtudnunk, hogy miért is születtek meg. Az 5 esetet láthatjátok, hoztam egy nyári egyetemet, ahol mesterszakos hallgatók felvételizhettek, egy globális telekommunikációs vállalatnak a használatát, egy magyar étteremüzemeltetőt, egy norvég biotechnológiai vállalatot, hogy ki is tekintsünk egy kicsit a magyar piacról, illetve végül a Magyar Telekomot. Kezdjük a nyári egyetemmel. Ez alapvetően egy nagyon izgalmas projekt volt számunkra is, hiszen legtöbbször nagyvállalatokkal dolgozunk, és az ő toborzásukra bocsátjuk rendelkezésre a szoftverünket, itt viszont egy másfajta használat volt. Azt mindig elmondjuk az ügyfeleinknek, hogy a videóinterjú nem gondoljuk, hogy helyettesíteni fogja a személyes interjút, így mindenképpen tartsák meg a kiválasztási folyamatban a személyes interjút is. Viszont mivel ez alapvetően arra szolgál, hogy a jelölt találkozzon a jövőbeli vezetőjével, és ő is megismerje, hogy kivel dolgozhat együtt, hogyha pozitív döntésben részesül, ahogy az ügyféllel egyeztettünk, kiderült, hogy a korábbi felvételi folyamatban ugyan volt személyes találkozó, de az nem azokkal a tanárokkal történt, akik végül tanítani fogják a jelentkezőket. Így végül úgy döntöttünk, hogy az automatizált videóinterjú már elégséges információ lesz arra, hogy döntést hozzanak, hogy ki lesz az a 200 jelentkező, akit végül kiválasztanak a nyári egyetemre. Itt globálisan lehetett, minden országból bárhonnan lehetett jelentkezni. Egy online regisztrációval indult a jelentkezés, ezután egy összetett esszé kérdésekből álló írásbeli felvételi következett, és ezután, aki azt az 557 jelentkezőt, aki tovább jutott, meghívták egy videóinterjúra, amire minden jelentkezőnek 7 nap állt rendelkezésére, hogy ezt valamikor megcsinálja. Ahogy mondtam, meg akartuk nézni, hogy ha van lemorzsolódás, akkor miért is van ez a lemorzsolódás. Amit mérünk a rendszerünkben, hogy az e-mail, amin keresztül megkapják a jelentkezők a meghívót a videóinterjúra, azt megnyitják a jelentkezők, és hogy kattintanak-e is benne. És már itt kijött egy fontos rész, hogy az 557-ből 45-en nem nyitották meg az e-mailt egyáltalán. Itt arra tudtunk következtetni, hogy miután a korábban is a kommunikáció a jelöltek felé e-mailen történt, ők valamiért elveszítették a motivációjukat, hogy erre a nyári egyetemre felvételizzenek, közben jött nekik valami, ilyesmi történhetett. Arra is mindig figyelünk, hogy a videóinterjú elkészítéséhez valamilyen technológiai eszközre szükségük van, illetve a technika ördöge mindenhol ott van, tehát hogyha ilyen problémájuk van, akkor megkereshetnek minket. Ilyen megkeresésből 25-öt kaptunk,
akiknek a problémáját 25-ből 20-nak sikerült is megoldani, a maradék 5, ők viszont nem készítették el a videóinterjújukat. Tehát ahogy láthatjátok a számokból, itt a jelentkezők 91%-a elkészítette az automatizált videóinterjút, és ennek a 9%-os lemorzsolódásnak is a nagy része, 8%-a motivációs ok volt, hiszen itt nem lehetett arra hivatkozni, hogy esetleg a videóinterjút nem szerették volna elkészíteni, hiszen meg se nyitották az e-mailt, tehát alapvetően nem is tudták, hogy egy videóinterjú lesz a következő kör. A következő eset, amit hoztam nektek, az egy globális telekommunikációs vállalatnak a magyar leányvállalata, akik már régóta használnak automatizált videóinterjút. Mondhatom, hogy fekete öves videóinterjúztatók ők. És az elmúlt években 909 jelentkezőt hívtak be ilyen interjúra, akik közül 698-an el is készítették a videóinterjút. Itt azt akartuk megnézni, hogy mivel az ügyfelünk gyakorlatilag az összes pozíciójára előszűrésként használja a videóinterjút, melyek azok a pozíciók, ahol nagyobb arányban készítik el a jelentkezők a videóinterjút, tehát hol érdemes ezt használni, és esetleg hol nem. Sajnos nem találtunk egy mintázatot az ő pozícióik között, mindegyik körülbelül 80%-os kitöltési arányt produkált, ezért megnéztük, hogy melyek voltak azok, amelyek kiugróan alacsony kitöltési arányt produkáltak, és 5 darab ilyen pozíciót találtunk a rendszerben. Ebből kettőnél, a marketing menedzsernél és a Pest megyei B2B értékesítőnél nagyon alacsony volt a jelentkezőknek a száma, így statisztikailag itt nem lehet a lemorzsolódást igazából értelmezni. Két pozíciónál, a szombathelyi és a budapesti értékesítőnél is nagyon alacsony szám jött ki, itt főleg a szombathelyi, a 7%-os kitöltési arány volt a nagyon alacsony. És itt az volt az érdekes, hogy ezek a pozíciók országszerte jelen vannak a cég életében, és mindenhol máshol átlagos 80%-os kitöltés történt, kivéve ennél a két helyen. Itt arra tudtunk következtetni, hogy egyébként ebben a két megyében a legnagyobb a munkaerőhiány Magyarországon, tehát valószínűleg ez is befolyásolja azt, hogy mennyire töltik ki a videóinterjút. Illetve a középső példánál történt egy kommunikációs hiba, egy belső tesztelésre készített pozícióra hívtak be véletlenül jelölteket, és ennek a pozíciónak a kamu pozíció nevet adták. Őszinte meglepetésemre így is volt olyan lelkes jelentkező, aki megcsinálta a videóinterjút és válaszolt a kérdésekre, de hát azért láthatjuk, hogy itt jóval alacsonyabb kitöltési arányról beszélünk. Itt nagyon fontos megjegyezni, hogy fontos, hogy hogyan kommunikálunk a jelöltekkel. Már nem az a munkaerőpiaci helyzet, hogy minden lehetőséggel élnek. Egy magyar étterem üzemeltetőnél, amikor elkezdtük a tárgyalásokat, a HR-eseknek borzasztóan tetszett a megoldás, ők látták ennek a relevanciáját, probléma volt náluk az interjúra utazgatás, probléma volt, hogy rengeteg időt töltenek el vele, és hogy magas a fluktuáció, úgyhogy rengeteg interjút kell csinálniuk, viszont tisztában voltak azzal a helyzettel, hogy őket a munkaerőhiány borzasztóan érinti, és hogy jelentkezőik sem feltétlen olyanok, akik a technológiával jóban vannak, úgyhogy itt egy pilot projektet csináltunk, és étteremvezetőt kerestek. Ahogy kiküldték a meghívókat, láthatjátok, hogy ez nem volt egy sikeres projekt, ugyanis a 10 meghívót közül senki nem készítette el a videóinterjúját. Mi fogtuk magunkat, és felhívtuk az összes jelentkező telefonon, hogy megérdeklődjük, hogy miért döntöttek úgy, hogy ők nem szeretnék ezt a videóinterjút elkészíteni, és azok közül, akik felvették a telefont, ezt a három indokot találtuk, ami miatt többen is jelezték, hogy ők ezt nem szeretnék elkészíteni. Többen mondták, hogy ők nem bíznak a technológiában, félnek attól, hogy ezt majd a vállalat kirakja a YouTube-ra, ismerőseik röhögni fognak rajtuk. Mondták többen, hogy ők ugyanemiatt nem használnak egyébként online bankot se, és nem nagyon szeretik az online rendszereket. Többen voltak, akik jelezték, hogy időközben találtak egy másik állást, úgyhogy ezért nem töltötték ki a videóinterjút. Illetve ez 2017 tavaszán történt, amikor még az Indivizó nem volt mobil kompatibilis, és laptopról lehetett csak elkészíteni a videóinterjút. Ezt is többen jelezték, hogy nem találtak eszközt.
A norvég biotechnológiai vállalatnál nem tudunk lemorzsolódásról beszélni, ugyanis itt a pilot pozíciónál mindenki kitöltötte. Viszont ők voltak annyira szemfülesek, hogy utolsó kérdésnek betették, hogy mit gondol a jelölt a videóinterjúról, és itt ezeket a válaszokat kaptuk. Ami általában megjelent, az az, hogy ez az első alkalma a jelölteknek, hogy videóinterjúznak. Aggódtak amiatt, hogy teljesítettek, mert hogy nincsenek hozzászokva ehhez, mint a telefonos vagy a személyes interjúhoz. Többen elmondták, hogy remélik, hogy fognak személyesen találkozni valakivel, illetve hogy várnak visszajelzést. Ezt egyébként az ügyfelünk felhasználta a későbbi kommunikációban, és mindenkivel kommunikálta, hogy ez egy előszűrő eszköz, ezután egy személyes interjú következik, illetve hogy mindenképpen kapnak visszajelzést, és hogy ne izguljanak attól, hogy ez az első alkalom, nem vloggereket keresnek, hanem marketingeseket. És végül pedig az előző előadásban is hallott Magyar Telekom példát egy kicsit más világításba mutatnám meg nektek. Itt látjátok, hogy mennyire sok jelentkező volt. Itt is félelem volt, hogy a videóinterjúnál ki fognak esni a jelöltek. Az sose merül fel, hogy a játékot esetleg valaki nem szeretné lejátszani. Ahogy Dávid is említette, mi is inkább olyan megkereséseket kapunk a supportra, hogy nagyon élvezték, és hogy lehet ilyen játékot még többet játszani. Mégis az volt az érdekes, hogy ahogy látjátok, 35%-os volt a lemorzsolódás a játékkörbe, és mindössze 7,8%-os a videóinterjúnál. Nem gondoljuk, hogy azért, mert a jelöltek nem szeretnének játszani, hanem azt a következtetést lehet ebből levonni, hogy az első feladatnál mindig van lemorzsolódás. Mert hogyha az online regisztráció könnyű, akkor utána az első kihívásnál igenis elgondolkozik a jelölt, hogy ezt megcsinálja, hogy akarja ő ennyire ezt a pozíciót. Úgyhogy három tanulságot a végére, amit ezekből az esetekből mi le tudtunk vonni, ez, hogy az első kihívásnál ez elkerülhetetlen. Itt fontos megjegyezni, hogy láttátok, hogy a nyári egyetemnél nem nagyon volt lemorzsolódás, viszont ott maga az online regisztráció az egyike volt azoknak azt mondom, hogy versenyszférában szörnyű 30 perces regisztrációknak, ahol a legtöbb jelölt elveszik. Úgyhogy ott is volt egy lemorzsolódás, csak az egy láthatatlan lemorzsolódás volt. Az volt, amit nem tudtunk mérni a rendszerben. A második tanulság, hogy a kommunikáció nagyon sok múlik. Megjelentek a technológiai eszközök, de a jelöltek nem annyira változtak. Ők továbbra is transzparenciát szeretnének, szeretnék tudni, hogy hogyan fog történni a kiválasztás, mikor kapnak visszajelzést, milyen körökre lehet számítani. Illetve tényleg mindig szeretnének visszajelzést kapni minden kör után, hogy sikerült-e tovább jutniuk, vagy nem. És a harmadik tanulság az pedig az, hogy a munkaerőpiac problémáit azt nem a technológiai kiválasztási eszközök fogják megoldani. Az a rossz hírem van, hogy ezt nem is a toborzók fogják megoldani, viszont amit mi mindannyian tehetünk, az, hogy ismerjük a jelölt bázisunkat, tudjuk, hogy milyen lehetőségeink vannak, és tudjuk, hogy ők milyen kiválasztási eszközökkel vannak jóban. Remélem a sok számtól nem volt nagyon unalmas az előadás, igyekeztem nektek adatokat hozni. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen!